20 perc. Ricsi, fejezd már be, én oda leraktam, azt kezdjük. Jól van már, Jézus. Na, micsoda szobatársad, így legjobb. Na, most már azért együtt vagyunk egy ideje. Kihorkol hangosabban. Hát ez egy kettő. Szerinted miért vagyok fent kettőig? Próbálom úgy dobni párnában. Ez akkor szokott előfordulni, amikor fáradt vagyok, jó, vagy hogyha akkor... a hátamon alszom el, és ez általában minden nap így van. De szerintem a feleségem már ellátta a Ricsi tanácsokkal, hogy kell engem addig kerülni párnával, amíg meg nem fordulok. Ki telefonál többet haza? Tényleg? Hát szerintem én. Én majdnem minden nap telefonálom. Valamelyik családtaggal, de valószínűleg barátnővel a legtöbben. És feltétel a családdal? Hát mi egyszer megpróbáltunk így videóhívásozni, és a kisfiam elsírta magát, úgyhogy... Azóta nem lesz. Azóta csak üzeneteket küldünk. Ki viselt meg jobban az időeltolódás? Ez egyértelmű. Hát engem szokott, nem tudom, bármilyen irányba megyünk is, nekem egy kicsivel több nap kell, hogy átálljak, jó. És ezért is jöttünk korábban. Jó, de azért, mert Peti amúgy napi 18 órát alszik, kb. Csak az edzésre kell felszólni. Hát de körülbelül. Igen, ez a napközbeni kimaradó alvás, ez nagyon hiányozni. Ja, fáradtabb edzések után. Hát igen, ez én szoktam. Sprinter. Meg. Jó, hát nyilván ebben benne van egy egészséges sprinter véri, szóval felnagyítjuk a dolgokat szerintem, de jaj, én szoktam. Heti két edzéssel kevesebb van. Igen, én ezt jól kisakkoztam még Petivel, hogy kevesebb edzésem legyen, de még így is azért meg tudok borulni, szóval. Én nem úgy regenerálodok, mint a Peti, szóval ő azért tényleg 10 éve kőkeményen mindig hányásig nyomja az edzéseket. Nekem ez annyira nem megy, én régen kiskoromban is csak azt számoltam, hányszor köröznek, szóval én nem vagyok ez a munkahőse. Kinek hiányzik jobban az otthoni házi koszt? Hát ez egyértelmű. Hát én nem szeretem se a tengeri dolgokat, se a gombát, és itt mindenben azok vannak, úgyhogy... De megtalálom a számításaimat, ugye itt azért a faluba könnyebb. Ki állítgatja többet a klímát a szobában? Igen, mert Peti az csak -2 fokba szeret aludni, szóval ezt tudni kell róla, hogy konkrétan én anorákba szoktam kávé. Mert egyszer fogja a klímát, és akkor amilyen mínuszra csak lehet állítani, beállítja, és akkor... De most kompromisszumot kötöttünk, csak a nappaliban megy a klíma. Még, de még. Mert mindjárt megjönnek a többiek, akkor be kell csukni az ajtót, és akkor igen. Kezdődik. De azért én szeretek ilyen 17-18 fokba aludni, úgyhogy... 7-8. Ki a rendetlenebb a szobában? Ez egyértelmű. Én nagyon vagyok, hogy így a káoszban érzem igazán otthon magam, és így szétdobálok mindent, és azt pontosan tudom, hogy hol van. Szerintem mindketten elég rendetlenek vagyunk. Ja, és Peti, akkor Peti se olyan. És akkor eljön egy időpont, 3-4 nap után, akkor jó, most rendet rakunk. Ez két napja meg. Ki hallgatja hangosabban a zenét, vagy a filmet, amikor már le kéne feküdni? Én szoktam hangfalat hozni a versenyekre, és akkor megy a zene ezerrel, de... Most a Ricsi azt mondta, hogy ne, úgyhogy nem hoztam. Mi? Hát azt mondta, ne hozza. Jó. Megvan, írásban bizonyíték. Hát jó, mindig van egy pihenő, és akkor én még nyilván én olyan vagyok, hogy még 5 perc. Jó, mert igen, aki éjszaka sokáig fennmarad, az reggel nem tud felkelni, és én így felszoktam. Peti meg egyből nyomja a zenét, és üvölt, én meg így kelek fel, akkor jó reggel. Ki izgul jobban a versenyek előtt? Hát én egyáltalán nem tudom. Szerintem mind a ketten jól abszolváljuk ezt, szóval így nem az nem van, is, hogy nem, befekszünk az nem is izgulásnak hívnám, hanem talán izgatottságnak, meg... Igen. Meg pozitív dolog igen. Igazából nálunk, szóval nem az van, hogy jön a verseny, és akkor így kezdünk szépen lebénulni. Mi egyre hülyébbek vagyunk versenyre. Igen. Tök király srácok, meg is vagyunk ezzel. Ez nagy szóval. Nagyon ez az eddig legjobb hangulat. Igen. Hát bármikor kell egy kis kabaré, adjatok egy kávét.